Na hát 4:45 van, ja. Reggel 9 órakor érkeztem ide a fiammal az izraeli nagykövetség elé, ugyanis a Marci velem együtt észrevett az interneten rengeteg olyan fényképet, ahol gyerekeket gyilkolnak Palesztinában, és elhatároztuk, hogy eljövünk ide, és szembesítjük a nagykövetséget azzal, hogy mit is tesznek. Kinyomtattunk pár ilyen képet, és néhány olyan lapot, amire rá van írva, hogy gyilkosok, és ezt szerettük volna átadni a nagykövetségen, és 9 óra óta közel 3 órát várakoztattak, amire kiderült, hogy a Furlánk utcában most be lehet menni, vagy nem lehet bemenni. Hosszas tanakodás után kettőnket beengedtek, bár itt volt a lányom és a feleségem is, és őket már nem engedték be, ahol az atasé és még valaki, akiről nem derült ki, hogy kicsoda, fogadott minket, és átvette ezeket az anyagokat, ahol elmondtam nekik, hogy mélységesen felháborít, hogy Bári Lammor korábban azt nyilatkozta, hogy önvédelemből teszik, hogy ha akár önvédelemből is, de hogy valaki gyerekeket és nőket, civileket gyilkoljon, egyáltalán milyen alapon teszik ezt meg, illetve hogyha valaki szembesíti őket ezzel, akkor miért nem vállalják a felelősséget, és miért próbálják időhúzással elérni azt, hogy itt hagyjuk őket. Mi ugye nem hagytuk itt, ragaszkodtunk hozzá. Történt egy rendőri intézkedés, ugyanis én felkértem a rendőröket, hogy a civil ruhában lévő magyarul nem nagyon beszélő, vagy egyáltalán nem beszélő embereket igazoltassák, hiszen korlátoznak a jogaimban, abban, hogy szabadon menjek egy magyarországi közterületen. Megtörtént az én igazoltatásom, ki akarták kérni az ő adataikat, és kiderült, hogy az, aki az utunkat állja, az diplomáciai védettség alatt áll. Nyilván ezt nem hagyjuk annyiban, tehát az, hogy a Furlánk utca le van zárva, ezt majd különböző helyeken ki fogjuk kérni, hogy milyen alapon és milyen egyezmények alapján van lezárva, és miért nem jutottunk oda. De abban nagyon fontos, hogy amiért jöttünk, hogy a nagykövetségre eljuttassuk az üzenetünket, a felháborodásunkat, azt meg tudtuk tenni. Most úgy tudom, hogy még valaki szintén szeretné ezt megtenni, és újabb egyeztetések következnek. Én az izraeli nagykövetség részére írtam ezt a levelet Ilomár úrnak. Én, mint magyar állampolgár, mélységesen fel vagyok háborodva a palesztin civil lakosság és főleg gyerekek legyilkolása miatt. Követelem a népirtás azonnali beszüntetését. Budapest 2014-07-06. 3 darab mellékletet teszek a levél mellé. Ja, reggel, amikor idejöttünk 9 órakor, akkor az izraeli nagykövetség biztonsági szolgálata arra hivatkozott, hogy ez egy műveleti terület, tehát a rendőrség műveleti területén nyilvánította. Mi kértük erről a papírokat a jelenlévő viszonylag nagy rendőri erőktől, ugye busszal állnak ott a mellékutca után a rendőrök, és ők nem tudtak ilyet adni, tehát nem erősítették azt meg, hogy ez műveleti terület, sőt semmilyen rendőri intézkedést egyébként nem erősítettek meg, csupán az, hogy az izraeli nagykövetség és a biztonsági szolgálata kéri, hogy ők most itt álljanak, tehát gyakorlatilag ennyit tudtunk meg, de semmi egyebet arról, hogy milyen alapon nem engednek be Magyarországon egy magyar közterületre egy magyar embert, úgy, hogy mondjuk egy idegen állam magyarul nem beszélő képviselői állnak ott ört.